különböző művek, különböző író. Mégis ugyanazok a szereplők, a minta. Honnan eredhet minden? Mintha párhuzamos dimenziók között ugrálnánk, miközben ugyanazok a szereplők különféle életét követjük nyomon, és nézzük végig a halálukat újra és újra. De most nem az a kérdés, hogyan, hanem hogy miért. Mélyebbre kell lásnom. Melyik a következő? A film elején megismerjük Ondrej Trávát, vagy szép magyarosan Füves Bandit, ahogy családjával épp Brindzuski Haluski teszik. A következő pillanatban már a vásárban árul koppintott márkás cuccokat, mint az Adibasz, Fuha, Tucci, Prága és egyebek. Ezután megismerjük Adus Domanyickit, aki pár korty bátorítás után a csodálatos kutyájáról kezd beszélni, ami lényegében bármire képes és bármit tud, szóval egy mindennapos kutya tulajdonos. Ezután tovább folytatja a dicsekvést, amíg meg nem érkezik Ondre is. Ezután átkerülünk Adus rezidenciájára, ahol a gyereket rezgő módban hagyták. Ale pánu Adusovi ani muk, nech nás hľadá, kde chce. Ale, kdeže by vás hľadal, pôjde rovno do Potočia. Choď povedať Adamovi, aby už zapriehal. Áno. Ondrej és Adus az egyetlenek, akik zárásig maradtak az ivóban, így egyértelmű, hogy egyből barátok lettek. Mi az a barátság, rejtélyes vonzalom? Adus elkezd mesélni a gazdag bácsikájáról, aki hoholban él. Aki, hogyha egyszer megmurdelál, hatalmas vagyont hagy majd rá. Most gondolhatnád, hogy a történet egyértelműen afelé irányul, hogy ezek ketten összefognak, és eldeszik lávalul, hogy megkapják a zsét. Kocsiba be, anyához el. Phil lezúz. Bocsász, Lizbe, irány a Winchester. És egy jó hideg sör mellett várjuk, hogy vége legyen ennek az egésznek. Hát nem. Ehelyett Ondrej árpát vesz Adustól. A bandi az üzlet után hazamegy, és elújságolja a híreket. Bár családja valahogy mégsem örült mikor. Elmagyarázta, hogy a pénzt már odaadta, de az árpát meg nem kapta. Gyere siatko, kuzám, de múl. Egyes, pozor, pozor. Egyes, siatko, egros. Ász, tesz ész, tisz, ész, lübda, drži. Na, és ak dal szóval zemana. Ak nie do drži, musí vrátit duplovanie. No, na, môj dolog, tak ész. A horror zene közben azt is megtudjuk, hogy Adus a Nesquik nyuszival és háromdögös pipivel alszik együtt. Ondrej elindult az árpáért, de nem volt ki mind a négy kereke. Adus közben amerikai módra ivott. Weapons are part of my religion. Ondrej kénytelen volt idegeneknél éjszakázni. Te vagy a legszebb csillag életem egén. Te vagy a horizont a szívem tengerén. Te vagy a napsugár, mely átjárja mindenem. Merci, hogy vagy nekem. Merci, hogy vagy nekem.
Másnap végre sikerült eljutni az adóskához. Ondrej egy átlagos Windows kedvelő. Adós még aludt, mikor megérkezett, de Ondrej felkeltette egy analóg ébresztéssel. Ondrej ezután végignézi, ahogy a másik férfi felöltözik. Ezután a dus körbe vezeti a birtokán, és megmutatja a Michelangelo-val festetett kastélyát, a Milánóból hozatott palettrakást, és a Twisterből ismerhető Pikát, aki épp ketodiétán volt. Kettő. De ez egy. De kettő. Kettő. Itt egy pillanatra a rendező kameóját is láthatjuk. Ondrej ekkor már kezdte sejteni, hogy az egyetlen árpa, amit fog ma kapni, az csak a szeme alatt lesz attól a sok portól, ami Adus házában terjengett. Ondrej most már követeli vissza a pénzét. Kifelé menet kap egy fülest, hogy vigye el fizetségként a kert végében álló gyönyörű fákat. Mikor meghallja Adus az ajánlatot, örömmel beleegyezik. Igazából végül érzelmileg megzsarolja a füves bandit, hogy azok a fák alatt a szülei és nagyszülei vannak eltemetve. Itt azért megjegyezném, hogy azt nem mondta, hogy haltak meg, és még csak sírkövek sincsenek. Ez elég gyanús, csak úgy mondom. Stay the fuck in there. Adus végül megígéri, hogy fizetni fog, és Ondrej kénytelen volt belemenni, különben így ő lett volna a faszállító. A következő vásárkor Ondrej ismét kint van, megmutatja, milyen van. A korábbi szállásadójának hálából egy köcsögöt ad, meg a szívét. Merci, hogy vagy nekem. Ezután Adus is megjelenik, és a leggázabb fordulóponttal érkezik. Visszaadja a pénzt kamatostul. A bácsika Hoholban végül mégis dobbantott az élők sorából, és Adus őt is a többiek közé temette a dzsuhásba. Bár egész életében erre a pillanatra várt, szívét mégis szomorúság töltött el, ahogy látta, hirtelen óriásira nőtt Groot szégyentelenül rátaposott szerettei végső nyughelyére.